Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... De István az MNB felügyeletétől. Hú, de nehéz volt ez korán reggel kimondani, szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Itt van velünk Kovács András, az Origo főmunkatársa, mint minden hétfőn vendégműsorvezető. Hogy van? Köszönöm szépen. Hogy vannak a bankok? Bankok is jól vannak, azt gondolom, úgyhogy nagyon sok feladatuk van ma, éppen azon a fizetés vezetik be, úgyhogy van dolguk. Mit vár akár a felügyeletettől, az azonnali fizetéstől? Mi a dolga mondjuk a felügyeletnek itt ebben az azonnali fizetési rendszerben? Először is tegyük tisztába, hogy azonnali fizetés határainkon belül. Így van. Magyarországi belföldi bankok, fióktelepek, akik itt működnek, végezhetik ezt el. És én azt gondolom, ez egy akkora fejlesztés, mint mondjuk a bankkártyák bevezetése Magyarországon, vagy az internetbank meghonosítása. Mellékesen egyébként a legnagyobb IT fejlesztés, ami valaha történt, és a legnagyobb projekt, ami történt Magyarországon, 5 másodperc alatt innentől el lehet utalni akár az ország másik végébe fizetési utalásokat. Miben fog ez kerülni az utalónak? Ez az utalónak pontosan ugyanúgy fog kerülni, mint amennyi eddig, tehát semmiféle többlet költsége, többlet pénz, ez nem jelenik ebbe meg. Annyi a szabály, hogy 10 millió forintig lehet egy utalással fizetni, de akár a következő percben már a következő 10 millió forintos utalást is meg lehet tenni. Tehát ha mondjuk lakást fizetünk, akkor gyakorlatilag azonnal ott van a vevő részéről az eladó számlájának. Miért van ez a 10 millió forintos határ? Vagy meddig lesz ez? Azt gondolom, hogy a magyarországi utalásoknak a 99%-a, vagy még több az ez alatt van. Tehát ez teljesen lefedi a magyar pénzügyi piacokat, de még egyszer, hogyha valaki többet akar utalni, akkor ezt a következő percben megteti. Nincs ilyen korlát, hogy egy héten vagy egy napon mennyit lehet, akármennyit lehet utalni. Mi a véleménye arról, hogy nem azonosak a bankoknak a kezelési költségei? Iszonyú nagy különbségek vannak közötte, és hogyha az ember így az év elején, amikor látja a tavalyi esztendő végét, és optimalizálni szeretné a kiadásait, akkor nem egyszerű az alapítványok és a cégeknek a számláját átvinni egyik helyről a másikra, már mindenhol le van írva a száma, ki van nyomtatva. Mit ajánl ön azoknak a cégeknek, akik sokalják? Üljenek le a bankfiókkal és kezdjenek el piacozni? Én azt gondolom, hogy azért a cégeknek van egy picit jobb pénzügyi tudásuk, mint a fogyasztóknak, tehát nekünk ugye a fogyasztóvédelem irányából indul minden, de erre nyugodtan lehet mondani, hogy tényleg egy mikrovállalkozás vagy egy egyéni vállalkozás hasonló helyzetben van. Azt tudom mondani, hogy az átláthatóságról szól minden. Például ez a díjkimutatás is, amit most meg kellett január 31-ig kapni az ügyfeleknek. Ha valóban azt látjuk, hogy drága a bankunk, akkor nézzük körül. A Magyar Nemzeti Bank ebben segít, tehát nagyon sok összehasonlító táblázatunk, programunk van, ahol a bankszámlákat össze lehet hasonlítani, ahol a hiteleket össze lehet hasonlítani. Nézzük meg ennek a feltételeit, és hogyha tényleg így van, tehát általány költségeket is lehet számítani. Ugyanebből a díjkimutatásból meg lehet látni, hogy mennyi volt az előző évben egy havi átalányunk. A Magyar Nemzeti Bank programjával meg lehet nézni, hogy a más bankoknál mennyi, és hogyha lépni kell, akkor azt gondolom, hogy lépjünk. Van egy egyszerűsített bankváltási lehetőség Magyarországon. Az új bankunkhoz elmegyünk, elmondjuk, hogy milyen csoportos fizetés, nem is kell elmondani, az új bank meg fogja találni, és a régi banktól egy lépésben átviszi az összes csoportos beszedésünket, állandó átutalásunkat. Tehát nem is kell. Annyira egyszerű lesz, mint a telefon számhordozás majdnem. Nem lesz, hanem már most is az, csak nem ismerik az ügyfelek nagyon sokan. Én azt gondolom, hogy itt az idő, hogy presszionáljuk a bankokat, gyakoroljunk rá. Én nagyon tisztelem, és nem szoktam beleszólni a beszélgetésbe sem, de most valami olyat mondott, hogy nem ismerjük az ügyfelet. Vannak olyan bankok, akik az elmúlt 5 év alatt mondjuk 26 fiók vezetőjük voltak. Vannak olyan bankok, aki az ügyféllel vagy a céges ügyféllel foglalkozik, 3-4 hetenként cserélődik. Akkor mit ismerünk meg? Ki ismer minket? A komputer talán fölismer. Úgy akartam fogalmazni, hogy
ismerjük a bankunkat mi, és hogyha azt látjuk, hogy drága, azt látjuk, hogy minden egyes művelethez, a Magyar Nemzeti Bank elvárásai ellenére, minden egyes átutaláshoz külön összegeket számít fel, vagy minden kis részművelethez, akkor gondoljuk át, hogy maradunk-e. Mondom, ebben segítenek ezek az összehasonlító programok, segít a egyszerűsített bankváltás, csak éljünk vele. Tehát mi azt se engedjük el, hanem ahogy értem, szerkesztő is nézze meg alaposan. Nagyon mondást is érvényesül, de én szeretném tudni, hogy azt a tisztviselőt, aki esetleg otrombán viselkedik, akit órákon kell várni, amíg egyszerűen szóba lehet vele állni, mert már szinte nem lehet szóba állni elők. Tehát semmiféle személyes kontakt nincs, ha csak az ember nem valamilyen privát bankingot használ, ott még van, de ennek meg is kérik az árát. Mennyire érdekli a bankot, hogyha egy cég, vagy 10 cég, vagy 30 cég azt mondja, hogy ez most már sok? Hát én azt gondolom, hogy nagyon érdekli. Tehát, hogyha nagyon sokan elviszik a pénzüket. Hogy láthatjuk ezt? Mert nem úgy tűnik, mintha érdekelné őket. Azt gondolom, hogy minél többen lépnek esetleg egy drága banktól el, annál inkább rá lesznek szorítva a versenyre. Rászorítja őket az ügyfelek lépése, rászorítja őket ezek a feltörekvő úgynevezett fintech cégek, akik esetleg olcsóbban vagy ingyen szolgáltatnak, és rászorítják ezek az új lehetőségek is, például az egyszerűsített bankváltás, hogyha nem kényelmesedünk el akár a bankunkkal kapcsolatos szolgáltatásoknál, akkor ezt most egyszerűen könnyen át tudjuk vinni, látjuk a költségeket, látjuk az egyszerűsített bankváltási lehetőséget, nosza éljünk vele. Itt a fintech cégeket felvetette, hogy ők más egyszerűbb, olcsóbb szolgáltatást nyújtanak, de ők miből tudnak akkor hasznot csinálni, hogyha egy nagy bankhoz képest jóval kevesebb bevételük van? Ők még feltörekvők, és ezért az mi alapítójuk, a fedezetük akkor? Az alapítójuk, akik adott esetben nem Magyarországon van, hanem ezek lehetnek határon átnyúló szolgáltatók, fintech cégek is, beruház, ez az első. A másik, hogy csak az alapszolgáltatások ingyenesek ott is, ha már valaki prémium szolgáltatásokat vagy drágábbakat akar, platina kártyát, egyebet, már ott is pénzbe kerül. És a harmadik gondolatom az, hogy azért itt is legyünk óvatosak. A fintech cégek, ahogy említettem, határon átnyúló szolgáltatók. Ez azt jelenti, hogy nem a Magyar Nemzeti Bank látja el a felügyeletüket. Rendkívül korlátozott fogyasztóvédelmi jogosítványunk van. Ráadásul a betét garancia, betét védelem sincs Magyarországon, sőt egyáltalán a klasszikus banki betétgarancia intézmények nem vonatkoznak. Akkor egyáltalán hogy működhetnek Magyarországon? Ha nem tartoznak a felügyelet alá, nem tud ellenük semmit tenni, akkor miért használhatják azt a kifejezést, hogy bank vagy bankszolgáltatás? Ők határon átnyúló fintech cégek, és pénzforgalmi szolgáltatók, vagy elektronikus pénzhelyettesítő kártya cégek. Úgy működhetnek Magyarországon, hogy van egy Európai Uniós közös útlevél, hogyha van egy brit, most már annyira nem brit, de mondjuk luxemburgi, vagy finnországi, vagy litván felügyelet, amelyiknek nekik adott működési engedélyt, akkor az Európai Unió egészében működhetnek. Itt nemzetközi kreditkártyákra gondol? Például úgy, igen, vagy van ingyenes számla lehetőség náluk, vagy ingyenes készpénzfelvét, és az anyaország szerinti felügyelet látja el az ő üzleti megbízhatóságú felügyelésüket, fogyasztóvédelmi. Ezt egy magyar polgár hogy tudja ellenőrizni? Úgy, hogy megnézi a jogállását, és mielőtt szerződik, tájékozódik. A Magyar Nemzeti Bank csak az elmúlt egy hónapban két figyelmeztetést adott ki ezekkel kapcsolatban. Nem általában van velük problémánk, hiszen erre természetesen az egyenlő verseny kapcsán nem is lenne jogunk, de vannak köztük olyan szereplők, amelyekre érkeznek ügyfélpanaszok, úgyhogy azért fölhívtuk a figyelmet. Önök, mint Nemzeti Bank tudnak jelezni mondjuk az országgyűlés felé, hogy itt valamilyen törvényi lyuk van, hogy ne tudjanak ezek a szolgáltatók? Ez nem lyuk. Tehát az Európai Uniós útlevél alapján ők szabadon működhetnek. Mi azért ezt leírtuk, és ezt tartjuk is, hogy ha itt kollektív sérelem érni az ügyfeleket, vagy ennek a jelét is látnánk, akkor azért van lehetőségünk, már akkor fogyasztóvédelmi jogosítványokkal felléphetünk, és nem csak úgy, hogy jelezzük az anyaország szerinti felügyeletnek, hanem akkor viszont már van fogyasztóvédelmi intézkedési lehetőségünk. Értem. Is. Mi van például a bitcoinnal? A bitcoint ugye kriptovalutaként minősítjük, és ezzel kapcsolatban megint hasonlók a problémák. Ezek nem állnak meg a határon, tehát egy nemzeti felügyelet megpróbál őket felügyelni. Ugye ezek egy pillanat alatt el tudnak tűnni a világ másik túlsó részén, és ezért egységes
nemzetközi felügyelés, nemzetközi szabályozás kéne rájuk, de ez ma még nincs meg. Ezért ebben a pillanatban mi a figyelmet tudjuk felhívni továbbra is, hogy ezek nem pénzügyi felügyelet hatásköre alá tartozó intézmények, sehol a világon a nemzeti bankok nem felügyelők. Tehát akkor ez egy rulett? Hát hasonló, azt kell, hogy mondjam. Nem lehet tudni az árfolyam, hogyan mozog. Ráadásul sajnos nagyon sokan rákapaszkodtak Bitcoinhoz hasonló nevű, de nem kriptovalutás, hanem klasszikus piramisjátékos cégek. A legismertebb a OneCoin, az amerikai hatóságok éppen bűnügyi vizsgálatot folytatnak, most kapcsolják le, tartóztatják le ezeknek a vezetőit. Ráadásul van egyik világ legnagyobb közösségi média szolgáltató cége, amelyik szintén most készül egy kriptovaluta kibocsátásra. Már megjelentek a nemzetközi porondon az ezeket hamisító elővásárlást kínáló cégek. Magyarországon ezek még nincsenek itt, de erre is felhívtuk a figyelmet. Tehát óriási a kockázat. Én azt gondolom, hogy egy átlagos ismeretekkel rendelkező magyar ügyfélnek nem biztos, hogy ezt kéne megpróbálni. Tehát akkor ön azt mondja, hogyha valaki úgy érzi, hogy megtakarított pénze van, és nem akarja azt a folyószámláján tartani, hogy akkor vegyen magyar állampapírokat? Nagyon sokféle lehetőség van, mi ugye nem ajánlunk semmelyiket, nem részesítünk előnybe. Azt mondjuk, hogy eltérőek a különböző befektetési lehetőségnek a kockázatai. Az elmúlt évek még egyszer arról szóltak, hogy ezeknek a kockázataira nagyon egyszerűen két mondatban, nem apró betűvel föl kell hívni a figyelmét a befektetési alapkezelőknek, a tőkepiaci szolgáltatóknak, befektetési szolgáltatóknak és a bankoknak is, és ez alapján az ügyfélnek kell meghozni a döntést, de még egyszer nincs egyedül, mert ezt egyszerű mondatokkal... Tehát ez garantálva van a pénze, hogyha nem is kap kamatokat rá, hogyha idő előtt felváltja vagy visszaváltja, de az összeg az garantálva van. És vannak rá valami biztosítások, ha mondjuk tönkre menne. Igen, a magyar pénzügyi rendszeren belül egyrészt a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi felügyeleti szerepet ellát, ez azt gondolom egy garancia, másrészt a különböző szektorokban befektetővédelmi alap, országos betétbiztosítási alap, már van a biztosítóknál is, ezek garanciát... Mindegyiknek van egy limite. Garanciát nyújtanak, ezek 100 000 eurós limitek, azért egy átlag magyar ügyfélnek a betéti megtakarítását, vagy befektetési alapban, vagy befektetési szolgáltatónál lévő összegét jóval, jócskán meghaladják. A magyar bankok részvényeket is vásárolnak megrendelésre az ügyfél részére. Vajon ezek a tisztviselők, akik ezeket a feladatokat ellátják, kellőképpen föl vannak készülve, vagy ők meg kell, hogy kérdezzenek minket, és maximum tanácsot adnak, és csak magunkat hibáztathatjuk? Ez nem választás kérdése a részükről. Föl kell készülniük. Van egy úgynevezett MiFID tájékoztató, amit oda kell adni a ügyfélnek, mielőtt választ valamilyen befektetési lehetőséget. Ez tulajdonképpen egy interaktív kérdőív, amit együtt töltenek ki, de az ügyfélnek be kell bizonyítania, hogy ő mondjuk egy haladó szinten lévő ügyfél, és hogyha mondjuk nincs akkora pénzügyi ismerete, akkor nem lehet neki olyan kockázatos befektetéseket ajánlani, ami neki problémát okozhatna. Ez egy kötelezően kitöltendő, egy kötelezően megismertetendő kérdőív. Ez így is működik a intézeteknél, most azt tudom. Úgyhogy ilyen szempontból betartják a MNB által adottakat. De itt még a készülnek kérnök valami összesítés, hogy tavaly mennyi büntetést szabtak ki. És lehet erről pontos képet kapni. Ez az utolsó kérdésünk már. Igen, ezek azért akár a piacfelügyelet, tehát a jogosatlan szolgáltatóknál, akár a különböző egyéb szolgáltatóknál 100 milliós összegek, akár milliárdos összegek is. Ez persze egy végső eszköz, előtte azért a szabályszerű működésre is rákényszerítjük őket. Mégis egy plusz kérdés, mint egy kormányinfo. Ön szerint a magyar népesség a cihába tartja a pénzét, avagy már a bankokba? Én azt gondolom, hogy most nagyon-nagyon sok ügyfél elment az állampapírok felé, nagyon-nagyon sok ügyfélnek azért van klasszikus, hagyományos megtakarítása, de még mindig nagy a készpénzarány, még mindig sok a párnacihá, ezen kéne változtatni. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt és visszavárjuk. Én is köszönöm. Kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szervezetének vezetőjét látták és hallották. Előzetesek is következik, Hegedűsdé Géza színművész, tartsanak velünk!